állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, valamint hivatali visszaélés miatt feljelenti Orbán Viktort a DK. A párt szerint ugyanis a miniszterelnök engedélyezte a Nemzetközi Beruházási Bank hazai működését, miközben tudott az amerikai figyelmeztetésekről, hogy hírszerzési célokra használhatják az intézetet. Gyénémet Erzsébettel beszélgetünk. A DK politikusával jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én azt jól tudom, hogy a Törvényalkotási Bizottság tagja is, vagy nem jól tudom? Igen, jól tudja, és hát nem tudom mennyi időnk van, de én készültem arra, amire most előbb itt az újságírókkal beszélt. Pont az, arra akartam rákérdezni, hogy a friss hírek szerint, és ez egy 24.hu információ, hogy a Törvényalkotási Bizottság ma délután jóvá hagyta ezt a bizonyos csomagot, amiről itt az előbb egyébként beszéltünk, amit Varga Judit bejelentett. Jóvá hagyták, vagy volt szó egyáltalán a bizottságban, vagy a bizottság előtt volt? Hát ugye nyilván a Fideszes KDNP-s képviselők minden ilyesmit jóvá hagynak, ami a felháborító, hogy ugye Varga Judithoz a jogállamiság megvédése tartozik kint, illetve hát ugye ő ezért ment kitárgyalni Brüsszelbe, és ezek után van bőr az orcáján a Fidesznek. Az egy órakor kezdődő bizottsági ülésre ma fél tíz után beterjeszteni egy elég vaskos, nagyon sok pontból álló módosító indítványt ezekre a jogállamisággal kapcsolatos ügyekre. Ezt kellett volna önöknek megnézni? Mennyi idejük maradt rá? Hogy... Hát ha fél tízkor beterjesztik, akkor egy óráig, mert egy órakor kezdődik a bizottsági ülés, ugye akkor néhány órák lett volna. De ami még ennél is vérlázítóbb, mert nyilván ilyenkor az embernek a kollégái is ezeket nézik, ami még ennél is vérlázítóbb, hogy ahhoz a törvényhez nyújtották be a módosító indítványt, ami arról szólt, hogy a vagyonnyilatkozati törvényt akarják módosítani. Tehát megmaradt a cím, kivettek abból a törvényből mindent, behozták ezt a módosítást, majd utána annak a címét is átírták újra. Hogy értsék a pontosan a kedves nézők, a jogállamiság az nem arról szól, hogy a joggal visszaélve ide-oda trükközgetünk. Nyilván azért volt ez fontos a Fidesznek, hogy a mai csütörtöki Törvényalkotási Bizottság után jövő héten erről a törvényről már szavazzon is az országgyűlés. Nincs kétségem, hogy az ellenzéki pártok, mínusz az egyik ellenzéki párt, mi biztos, hogy nem fogjuk ezt támogatni. Na de most azt árulj el a nézőknek, mert ezt mi még most nem tudjuk, hogy mi van benne. Ugye volt itt 4 pont, független igazságszolgáltatási felügyeleti jogkör nevében az országos bírói tanács szerepét, hatáskörét növeljék, most nem sorolom fel mind a négyet. Ezek teljesülnek, mert ugye Varga Judit azt mondta, hogy zöld lámpa, amit most nem tudtunk értelmezni, hogy miért kellett az a zöld lámpa, hiszen a törvényeket el kellett volna már 31-ig fogadni. Igen. Szóval teljesül ez a 4 kérés az Uniónak? A mi véleményünk szerint nem teljesül. Van olyan, amire azt lehet mondani, hogy valamit a kormány próbálkozik, de szerintem az egész semmi másról nem szól, mint hogy bábszínházat csinálnak, és eljátszák az Uniónak, hogy amiről Varga Judit megállapodott, vagy amire azt mondta, hogy technikai megállapodás született, azt most gyorsan betolják a parlament elé. És de akkor majd az lesz, hogy utána, ha a bizottság nem engedélyezi, akkor azt mondják, hogy hát korábban engedélyezte az uniós biztos, most meg a bizottság visszadobja? Nem tudok Varga Juditék fejével gondolkodni, és nem is akarok az ő fejükkel. Ha ők tisztességesen akarnának megfelelni a brüsszeli 27 mérföldkőnek, ami miatt ugye visszatartja az unió az uniós forrásokat, akkor nem trükközgetnének így. Egyébként a vagyonnyilatkozatokról szóló törvény, amit tavaly novemberben fogadott el az országgyűlés, abból most megint kivesznek olyan dolgokat, amivel szűkítik a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét. Tehát össze-vissza, tényleg komolyan, mint egy rosszabb minőségű piacon itt alkudoznak. Most tud-e konkrétumot mondani, mert most jelen pillanatban élő ember Didier Reynoldson a kormányon, és önökön kívül, akik esetleg ott láthatták a Törvényi Alkotási Bizottságban, nem tudja, hogy mi van ebben a törvényben. Mi az mondjuk 1-2 pont, amit biztos, hogy nem fog elfogadni Brüsszel, mert azt mondja, hogy nem, van ahol nem teljesül ez a 4 pont. Mivel nem tudom, hogy pontosan mi hangzott el a biztosasszony és az igazságügyminiszter találkozóján, ezért én sem tudom ezt megítélni. Egyébként fent van, meg lehet nézni az országgyűlés honlapján, és feltételezem, hogy a nyilvánosak. Természetesen ezt benyújtották, ezt a módosító indítványt, hát most fejből nem fogom megmondani, hogy a Törvényalkotási Bizottság hány számú módosító indítványa, de nyilván a joghoz értők, meg a jogat iránt érdeklődők meg fogják ezt. Na, hát holnapig én is ígérem, akkor nézzünk meg, nyilván utána nézzünk mi újságírók is. A témája az, hogy ma bejelentették, hogy feljelentést tesznek a miniszterelnök ellen, állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása és hivatali visszaélés gyanújával. Pontosan mit mulasztott el a miniszterelnök? Miről kellett volna tudnia ezzel a bankkal kapcsolatban?
Nagyon régóta, amióta ez a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországra tette át a székhelyét, ugye valamikor 2017 környékén merült ez fel, 19-ben kezdtek el keresni az amerikai nagykövetség mellett, a Szabadság tér mellett ingatlant, hogy hova költözzenek, aztán végül is nem oda költöztek, hanem Budára, oda a Clark Ádám tér szélére. Szóval azóta számtalan jelzés érkezett nyilvánosan is, és diplomáciai csatornákon is a kormány, illetve a miniszterelnök felé. Hogy a azt szövetség... honnan tudja, hogy azóta, 2019 óta? Mert David Pressman azt mondta, hogy jelezték, de hát háború nem annyira régóta van, azt lehet tudni? A feljelentésünkben erre is kitérünk, 2019-ben már az akkori amerikai nagykövet is jelezte, hogy itt problémák lesznek, ez a bizonyos székhelykereső, vagy épület ingatlan keresés is 19-ben történt. Tehát azóta nyilvánosan is, diplomáciai csatornákon is számtalan jelzést kapott a miniszterelnök, illetve a kormány arról, hogy felvetti a gyanúját annak, hogy ez egy orosz kémbank, ami ide érkezett, vagy ide kíván betelepülni Magyarországra, és amikor a háború kitörése után nem sokkal, illetve az előző időszakban az összes Európai Uniós ország, amelyik ennek a banknak a tulajdonosi körébe benne volt, kiszállt, egyedül Magyarország maradt benne ebben a bankban, mint tulajdonos. Vietnámmal, Kubával, meg talán még Mongóliával, most fejből próbálom itt idézni ezeket a tulajdonostársakat, és nagyon sokszor nem csak a hazai ellenzék, köztük a DK, az árnyékkormány is foglalkozott ezzel az ügyel, nagyon komolyan jeleztük azt, hogy ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent, illetve a NATO és egyéb szövetségesei Magyarországnak, Európai Uniós szövetségesek jelezték, hogy nem nézik jó szemmel, hogy ez a bank itt működik Magyarországon. Tehát mi a feljelentésünkben Rácné Földi Judit képviselőtársnőmmel azt állítjuk, hogy a miniszterelnöknek igenis volt tudomása arról, több csatornán keresztül, ezeket részletesen leírjuk a feljelentésbe, hogy ez a bank milyen kockázatot rejt, és ennek ellenére ő nem tette meg ezt a feljelentést. Mi értelme van feljelentést tenni? Mindig azt mondja az ellenzék, önök is, hogy az ügyészség itt a Fidesz kottájából játszik, úgyhogy szóval akkor mi értelme van feljelentést tenni? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan súlyos ügy, ami mellett az ellenzék nem mehet szótlanul, illetve hát akár beismerő vallomásnak is tekinthetjük azt, amikor a mostani amerikai nagykövet ugye ezen a bizonyos sajtótájékoztatón kiállt, és ennek a banknak az igazgatósági elnökét, vagy vezérigazgatóját, illetve más magyar szemét is kitiltatott, vagy kitiltott az USA-ból. Tehát magyarul egészen egyszerűen ez egy olyan jelzés volt, amire már az Orbán kormány sem tehette azt meg, hogy nem lép ennek a banknak a kitiltása, illetve annak a bankból való kivonulás mellett, és ezt kvázi, hogy ilyen laikusan fogalmazzak, egyfajta beismerésként kezeltük, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt van ennek az ideje, hogy mi ezt a feljelentést most megtegyük. Képviselő asszony, hogy meglátjuk, mi lesz a sorsa. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.